Hát közel 40 épület rongálódott meg, kisebb-nagyobb mértékben, néhány épület nagy mértékben is, és ezért a kár súlyos. Azon kívül az iskola épületének tetőszerkezete olyan károkat szenvedett, ami miatt teljesen át kell építeni. Az illetékesek, tehát a katasztrófa elhárítók itt voltak, megyei szervezettől, járási szervezettől is, és segítettek, amiben tudtak. A járási adminisztráció elnökasszonyával én is beszéltem, aki rögtön intézkedett, a polgármester is rögtön a helyén volt, bizottság alakult, amelyik a kárfelmérést már is elkezdte, és tudjuk, hogy mennyi a kár, ennek egy részét tudja fedezni a járási költségvetés. Az emberek egy része már meg is kapta azt az összeget, amit kártérítésként, a kár részleges megtérítéséként a járási költségvetésből számára kiutaltak, a többiek meg fogják kapni. A legnagyobb kár az iskolában van. A tető felújítása egy számítás szerint 4,5 millió rienbe kerül. Ez egy jelentős összeg, ezt az összeget részben a központi kormányzat vállalta magára itt Ukrajnában. Elnöki rendelet is van erről. Részben a járási költségvetés 1 millió grivenny összegben. És Magyarország, aki mindig segít, most is rögtön jelezték, amint tudtuk őket arról, hogy van itt egy ilyen probléma, helyi probléma. A helyek számára viszont nagy probléma, és már is reagáltak, és előirányoztak egy nagyobb összeget, amivel beszállnak az iskola tetőszerkezetének felújításába. Úgyhogy az iskola tetőszerkezete szeptember 1-én reméljük teljesen fel lesz újítva, és alkalmas lesz arra, hogy ott beinduljon az oktatás. Az emberek pedig dolgoznak, a kárt elhárítják, felújítják vissza az épületeiket, és ez részben, csak részben térítődik meg a költségvetésből. Hát ez van sajnos, a természeti csapásokkal nem vagyunk védettek. Talán a megoldás hosszú távon az lenne, hogy biztosítást kell kötni, és akkor számíthatnak arra, hogy 100%-ig is meg lehet újítani a károkat. Az viszont örömteli, hogy mind az ukrán állam, mind a helyi hatalom és önkormányzatok, illetve a magyar állam is segített, tehát akik bajba kerültek, ahol baj történt, ott rögtön van segítség. Jó ezt tudni, van összefogás, nekik kell lennie.